Köszöntök mindenkit a Judit Bálint Handicraft csatornáján. Ebben a videómban legújabb albumomat fogom bemutatni, amely egy pop-up album, és használható bármilyen jeles alkalomra, esküvőre, házassági évfordulóra, születésnapra, vagy csak úgy szerelemből adhatjuk a párunknak családi emlékek, bármilyen emlék megőrzésére. Az albumhoz alapvetően a Graphic 45 Love Notes 8x8 incses papír kollekcióját használtam, valamint ennek a kollekciónak a kiegészítő elemeit, kártyáit és egyéb kivágatait, valamint a Knitwit Collections papírjait használtam még az album belsejében. Az albumnak 10 oldala van, ebből 9 interaktív és pop-up oldal, melyeken nagyon sok fotót helyezhetünk el. Az album mérete 23 cm x 22,5 cm, és látjuk, hogy az elejét nagyon gazdagon díszítettem, elhelyeztem rajta egy fényképkeretet, ahova tehetünk rögtön egy fotót, amelyet egy nagyon szép fémveretes díszsel díszítettem. Úgy ragasztottam fel ezt a díszt, hogy alá csúsztatható a fénykép. Elhelyeztem egy kulcslyukat, egy fémveretes kulcslyukat, amelyhez a kulcsot is rátettem, természetesen szimbolikusan. Elhelyeztem még rajta papírpillangót, aztán nagyon aranyos órát, és egy chipboard díszt, amelyet műanyag gyöngyel díszítettem. Az albumnak a gerincére is tettem egy papír pillangót, valamint az album fém lánccal záródik, és rajta fémveretes díszt helyeztem el, valamint az említett kulcsot. Nézzük meg akkor az album belsejét. Hogyha kinyitjuk az albumot, akkor azt látjuk, hogy gyönyörű papírokkal díszített az albumunk, és az albumnál az alapvető cél az volt, hogy minél több fotót tudjunk elhelyezni az albumban. Látjuk az első két oldalunkat, amelynél az egyik oldal egy pop-up oldal lel, a másik oldal pedig egy interaktív oldal, mind a két oldalon sok fotót tudunk elhelyezni. Az első oldalunkon elhelyeztem egy nagyon szép zsebet, amelybe egy nagyon szép teget tettem, ennek mind a két oldalára vagy a hátuljára tehetünk fényképet. Hogyha kinyitjuk az oldalt, akkor egy pop-up oldallal találkozunk, a Twist pop-up oldallal, amelyre 4 darab fotót tudunk elhelyezni, valamint mellette is el tudunk még helyezni egy-egy fotót. A második oldalunkon egy kinyitható mini albumot helyeztem el, amelyre zsebeket is tettem, látjuk itt, a zsebekbe pedig jegyzetkártyákat, ezekre egy-egy rövidebb gondolatot lejegyzetelhetünk, illetve a többi részére pedig fotókat ragaszthatunk, és magát az oldalt is meghagytam, amelyre egy nagyobb vagy két 10x15 cm-es, vagy annál kisebb fotó helyezhető el.
A harmadik és a negyedik oldalunk is így épül fel, az egyik oldala egy interaktív oldal, a másik oldala pedig egy pop-up oldal. A harmadik oldalunkon szintén egy nagyon szép zsebet helyeztem el, amelyet papírvirágokkal díszítettem, és benne pedig egy gyönyörű teget, amelyre a Me and You feliratot tettem, ennek a hátára is, illetve az elejére is, ha akarunk, tehetünk fényképet. Hogyha kinyitjuk, akkor egy 3D-s dupla fotókeret, pop-up elemet helyeztem el, amelyre 2 darab fotót tehetünk, ugye ez kiemelkedik térben az alaptól, valamint mellette még egy fotót elhelyezhetünk, és ide tettem egy jegyzetkártyát, ahova írhatunk is, valamint a másik oldalon egy zsebet helyeztem el, nagyon szép zsebet, amelybe egy teget tettem, egy fotókeretet, amelynek mind a két oldalára tehetünk fotót, és magát a zsebet fém, fekete színű virággal díszítettem. A negyedik oldalunkon elhelyeztem egyrészt egy levehető, tehát mágnessel rögzített kis kinyitható könyvet, amelynek a belsejében jegyzetelhetünk, kívülre és a hátára fotót tehetünk, valamint elhelyeztem egy flappert, amelyre tehetünk egy fotót. A flappet nagyon szép margaréta sor díszítővel díszítettem, és ha felnyitjuk, akkor látjuk, hogy itt egy zsebet találunk, amelybe tettem egy borítékot imitáló papírt, és ez, hogyha esküvőre adjuk, akkor esküvőhöz jó, valamint meghagytam az alját, és ide nagyobb méretű fotót tehetünk, vagy 2 10-15 cm-es vagy ennél kisebb fotót. A következő oldalunkon is pop-up oldalt láthatunk. A pontosabban mind a két oldalunk pop-up oldal lesz. Az elsőnél egy nagyon szép keretet helyeztem el, amelybe szíveket tettem, piros szív flittereket tettem, és kinyithatjuk ezt a fotókeretet, és a belsejébe 2 másik fotót helyezhetünk el. Itt ez a fotókeret megemelhető, tehát alá tudjuk tenni a képet, és a dátumot is felírhatjuk, valamint lenyithatjuk ezt az oldalunkat, és akkor pop-up oldalként újabb 2 fotót tudunk elhelyezni rajta, valamint néhány gondolatot írhatunk ide a képekkel kapcsolatban. A másik oldalunkra tehetünk egy nagyobb fotót, vagy 2 kisebbet, és hogyha kinyitjuk, akkor látjuk, hogy egy gyönyörű 4 fotókeretből álló oldalt kapunk, ahova 4 darab fotót helyezhetünk el. A következő oldalon szintén egy interaktív oldalt és egy pop-up oldalt látunk. Az interaktív oldalunkon egyrészt egy nagyobb zsebet helyeztem el, amelybe egy gyönyörű fotókeretet tettem. Ennek mindkét oldalára tehetünk fotót, és magát a zsebet itt is nagyon szép fekete fém virággal díszítettem, valamint készítettem még egy kinyitható albumot is, amelynek a tetejére tettem egy kis zsebet, ide néhány gondolatot, dátumot, nevet lejegyzetelhetünk, tettem bele egy kártyát, amelynek a hátára kisebb méretű fotót tehetünk, illetve kinyithatjuk, és a belsejében több fotót is elhelyezhetünk,
különböző méretekben. A másik oldalán egy pop-up elemet készítettem, amelyet gyönyörű papírpillangóval díszítettem, valamint egy nagyon szép feliratos kártyával, és hogyha kinyitjuk, akkor látjuk, hogy erre a területre fotót tehetünk, és azt is látjuk, hogy szépen kiemelkedik térben az alapunktól. Utolsó előtti oldalunk is egy pop-up oldal, amelynek az elején szintén egy gyönyörű fotókeretet helyeztem el, itt is piros szívflittereket tettem bele, és ez a fotókeret is kinyitható, a belsejében két másik fotó helyezhető el, valamint egy nagyon szép My Love chipboard kivágattal díszítettem, és hogyha felnyitjuk ezt az oldalt, akkor látjuk, hogy itt kiemelkedik, és több fotó elhelyezésére is lehetőséget ad. Egyrészt itt az alapon el tudunk helyezni minimum 2 vagy 4 darab fotót, valamint tettem bele egy kivehető fotókeretet, amelynek az elejére és a hátuljára is tehetünk fotókat, 2, ez mágnessel van benne, és ezekre is tehetünk fényképeket, valamint elhelyeztem még benne egy kivehető kis könyvecskét, amelynek gyakorlatilag a két belső, illetve a hátsó oldalára is tehetünk fotót, és akár itt is elhelyezhetünk még fotót. Az utolsó oldalunkat pedig arra hagytam meg, hogy jó kívánságot írjunk bele az ünnepeltnek, vagy annak, akinek adjuk. Ide csak egy olyan kártyát tettem, amelyre írni lehet, valamint egy gyönyörű szép chipboard papír pillangóval díszítettem. Látjuk, hogy az albumban nagyon-nagyon sok fotót tudunk elhelyezni, majdnem minden oldala pop-up, illetve interaktív oldal, amelyeknek köszönhetően a fotóknak a száma növelhető. Alapvető színvilága, a piros, a fekete, a bézs, nagyon sok virágmintás, egyéb szívmintás, feliratos papírt látunk benne. Remélem, hogy tetszett a videó, hogyha igen, kérlek, osszátok meg, lájkoljátok, iratkozzatok fel a csatornámra újabb videókért, és látogassátok a Facebookon a fanpage-ünket. Köszönöm szépen a figyelmeteket, sziasztok!